Kaiser Otto fotográfus azt mondta, hogy a fotográfiát nevezhetjük korunk népművészetének. Régen mindenki dudolt és táncolt, ma mindenki fényképez. Ez nem probléma, hiszen legalább van miből meríteni. A habkartonra kasírozott nyomatok az Üdvözlet Bonyházó című kötetből, illetve egyéb jódészt a 20. század első feléből származó fotókból, képeslapokból állnak. Az 50 felvételt felvonultató kiállítást örömmel szemlélik a művelődési központban látogatók, hiszen fotográfiai és helyismereti szempontból is érdekes, egyben nosztalgikus élményt nyújtanak a múlt századi felvételek. A tárlat látképeket, ikonikus tereket, épületeket és utcákat mutat be, de az iskolák, templomok, híres személyek, valamint csoportképek, közösségek is helyet kaptak a gyűjteményben, minden esetben rövid, szöveges leírás kíséretében. A közösségi médiában fénykorát érik a régi képeket bemutató oldalak és csoportok. Bonyhád vonatkozásában több ilyen virtuális közösség is szerveződött már ezen tematika mentén. A Nemzeti Kulturális Alap felhívására benyújtott pályázat célja az volt, hogy az érdeklődők a fizikai térben is találkozhassanak ezekkel a képekkel, mondta Lukács József, a kiállítás szervezője. A tárlat adott esetben bővíthető, hiszen Bonyhádról és a bonyhádi emberekről készített felvételek tárháza gyakorlatilag végtelen. A Bonyhád annó kiállítás viszont így limitált kiadásban is izgalmas ízelítőt nyújt a város múltjából. A kiállítás január 28-áig tekinthető meg a Művelődési Központ előterében.